Kiújultak a tüntetések Izraelben, az igazságügyi reform ellen demonstrálnak, miután a Knesset a hét elején megszavazott egy törvényt, amely megakadályozza a politikusok döntéseinek ésszerűségére vonatkozó bírósági felülvizsgálatot. Vendégünk a témában is vonalban van Megyeri Jonatán, a Neokon főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát elég bonyolult volt ez a megfogalmazása a részemről, hogy ilyen törvény. Nem nagyon lehet egyszerűbben. Igen, tehát hogy mi is a lényeg ennek a törvénynek, amit akkor most hét elején megszavazott a Knesset? Okay, akkor ha megengedi, akkor egy lépés hátra lépve. Igen. Érdemes azt tudni, csak azért, hogy a hallgatók értsék, hogy pontosan miről van szó. Érdemes azt tudni, hogy Izrael államának nincsen alkotmánya. Egy alapítókirat van, az országnak alapítókirata van, és hát természetesen a demokrácia lévén a parlament tölti be az irányító funkciót, 120 tagú parlament, amelyet természetesen választások útján, amiben a képviselőket választások útján küldik. Izraelnek van viszont egy legfelsőbb bírósága, amelyben a bírákat nem közvetlenül választják, hanem egy bizottság vagy testület választja a legfelsőbb bíróság bíráit. Ezek szakmai testületek, tehát bírói, meg jogászi testületek, érdekvédő szervezetek és egyebek vannak benne, akik ezeket a bírákat megválasztják. Most az úgynevezett igazságügyi reform, amelyre a Netanyahu kormány készül, és igazából már jó előre készül, hiszen a választások alatt ez téma volt, és ők mondták is, hogy hozzá kívánnak nyúlni a rendszerhez. Azt a 70 éves rendszert, vagy szokást kívánja megváltoztatni, amely a legfelsőbb bíróság és a Knesset, tehát a parlament viszonyát határozta meg eleddig. Azaz, a bíráknak joguk volt például bizonyos törvényeket, hogyha a Knessetben megszavaztak a képviselők, tehát a parlament többséggel megszavazott, akkor a legfelsőbb bírósághoz, hogyha valaki a legfelsőbb bírósághoz küldte be mondjuk felülvizsgálatra az ügyet, a legfelsőbb bíróság azt tudta mondani egy adott ügyre, hogy ez nem észszerű, egy adott törvényre, hogy ez nem észszerű, és úgynevezett észszerűségi okokból, ez nyilván ennél azért bonyolultabb volt természetesen az indoklás, de leegyszerűsítve észszerűségnek hívják, vagy logikának hívják, hogy az adott törvény mondjuk nem logikus, és akkor tulajdonképpen megvétózta a legfelsőbb bíróság egy adott törvényt. Uh-huh. Tehát ennek ez az egyik lába a mostani igazságügyi reformnak, amit a Netanyahu kormány kíván keresztülvinni, az pedig az, hogy megszűnjön a legfelsőbb bíróságoknak ez a lehetősége, hogy pusztán észszerűségből vagy logikai alapon egy törvényt felülbíráljanak, vagy vétózzanak, vagy anuláljanak, és maradjon, ami eddig is volt nekik, a jogszerűség alapja, tehát azt a legfelsőbb bíróságnak természetesen elkaszálhat egy törvényt, így a pestésen szólva, elkaszálhat egy törvényt, hogyha azt jogszerűtlennek találja. De eddig nem csak jogszerűség alapon lehetett elkaszálni, hanem észszerűség alapon is, ami nagyon nehezen, ugye most én is itt izzadok, hogy megfogalmazzam önöknek, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mert ez egy nagyon nehezen körülírható és egy kicsit szubjektív kategória. Ami tulajdonképpen, ugye, hogyha a madártávlatból nézzük az ügyet, ami azt is jelentette, hogy a legfelsőbb bíróság a parlament felett álló szervezet, holott hát a legfelsőbb bíróság bíráit nem demokratikus úton választják, nem a, ha úgy tetszik, népakaratból választják, az parlamenti képviselőket pedig igen. Ez volt a baja a Netanyahu kormánynak, a legfelsőbb bíróság az pedig egyszerűen ténykérdés, hogy az elmúlt évtizedekben, főként az utóbbi évtizedekben a legfelsőbb bíróság egyre durvábban avatkozott bele az izraeli törvényhozásba, a legfelsőbb bíróság tagjai, vagy a bírák, talán a dolog természeténél fogva is, hát szóval nem annyira a Netanyahu féle politikai beállítottság, tehát nem annyira jobboldaliak, hanem inkább baloldaliak, a dolog természetéből adódóan, és akkor itt egy nagyon kézzel tapítható feszültség van a most már évtizedek óta, vagy tudom én, majdnem két évtizede többé-kevésbé kormányzó jobboldali, különböző jobboldali kormányok és a legfelsőbb bíróság között. Ezt kívánja megszüntetni. Igen. A Knessetben elhangzott egyébként egy olyan kritika is, hogy ez a törvény azt mondja, hogy kinevezhetsz egy elítélt bűnözőt miniszterré. Ez igaz? Most ugye arról van szó, hogy ugye az egész ügynek a pikantériája,
egy Arya Deri nevű politikus, ő egyébként a jobboldali konzervatív SASZ párt vezetője, korábban belügyminiszter volt, és még ki tudja hány miniszteri pozíciót töltött be az elmúlt évtizedekben. Arya Deri egyébként nemrég járt Magyarországon, 2 évvel ezelőtt, csak érdekességképpen jegyzem meg. Szóval Arya Derinek volt egy korrupciós ügye, jó pár évvel ezelőtt. Viccesen azt mondanám, hogy melyik politikusnak nem volt. Tehát, hogy volt egy korrupciós ügye, és tulajdonképpen kötött egy alkut akkor a bírósággal, amennyiben azt vállalta, hogy ejtik az ellene lévő vádakat, viszont ő meg megígéri, hogy nem fog többet kormányba üldögélni. Tehát maradhat pártelnök, de nem fog kormánypozíciót betölteni, és Deri ezt a megállapodást felrúgosgatta mostanában, ugye az új, a legújabb kormányban, amikor is ugye a SASZ volt a SASZ a második, ha jól emlékszem, legnagyobb párt a jelenlegi kormánykoalícióban, és hát ugye szeretett volna magának miniszteri széket, meg is kapta a koalíciós tárgyalások során, de Netanyahu arra kényszerült, hogy lemondassa legalábbis a miniszteri pozícióra Derit. Őt próbálják vissza csempészni, és ugye az lenne itt az okosság, vagy az lenne itt a trükk, hogyha ezt a jog, hogyha ezt az előbb említett, a legfelsőbb bíróságnak az előbb említett kicsit nehezen megfogható, vagy szubjektívebb jogát megszüntetnék, akkor Derit pusztán jogi alapon, tehát de jure, Deri visszakerülhet a parlamentbe, és kaphat miniszteri pozíciót, pontosabban a parlament most is van, de miniszteri pozíciót is kaphat. Ha viszont nem, akkor a legfelsőbb bíróság ugye rendre elkasszálja, és azt mondja, hogy kérem, Derit ezt nem lehet kinevezni, mert kvázi büntetett előéletű. Igen. Ez a mostani megszavazott törvénytervezet ugye még nem emelkedett jogerőre, mert ha igen, még két olvasat van, igen. Két olvasat igen, hátra van, és akkor mondhatjuk, uh-huh. hogy ez része az igazságügyi reformnak, uh-huh. de még más elemekről is van itt szó, ami még így nem van. Került terítékre? Így van, vannak más elemei az igazságügyi. Ugye, amikor a Netanyahu, azt kell tudni, hogy Netanyahu féle kormánya, hogy említette már a választások idején, jelezte, hogy ezt a egyébként az izraeli társadalomban elég széles konszenzust élvez az elgondolás, hogy a legfelsőbb bíróság hatalmát azért valamennyire meg kéne regulázni. Tehát valahogy, hogy mondjam, keretek közé kellene szabni az ő működésüket, egy kicsit elburjánzott. És ez nem túl jó ebben szinte. Gyakorlatilag a baloldal is valamennyire egyetért. Igen. Az is igaz, hogy Netanyahu egy drámaian nyúlnak hozzá ez a rendszer. Ez mondok egy példát, egy másik példát ebből a jogi reformból. Például a legfelsőbb bíróság tulajdonképpen egyszerű többséggel, saját magán belül egyszerű többséggel tudott szavazni bizonyos ügyekről, hogy azokat folytassa-e, vagy lefolytassa-e, vagy sem. A mostani jogi reform az egy szuper többséget, a legfelsőbb bíróságon belüli szuper többséget írt volna elő az eredeti verziójában, hogy a bírák maguknak a kétharmada dönthessen bizonyos ügyről, és ne csak az 51, vagy nem már az 51%-uk. Nem tudom, hogy értelmesen sikerült elmondanom a problémát. Tehát, hogy egy ilyen és ehhez hasonló dolgok is voltak a terítéken. Amikor ugye Netanyahu gyakorlatilag a kormány megalakulása után szinte azonnal hozzálátott ez a jogi reform, vagy ennek a jogi reform tervezetnek a Knesseteli citálásához, ami hát nem csoda, hogyha ismerjük az izraeli belpolitikát, mert itt nagyon gyorsan kell lépni, mert egy kormánynak ki tudja, mennyi ideje van. Tehát nem számolhat úgy, hogy van 4 évem, és akkor majd a második év végén egy kicsit nyugi, nem rontunk ajtóstól a házba Izraelben, ajtóstól kell rontani a házba, mert ki tudja, hogy mikor fogják a kormányt leszavazni, és Netanyahunak most van egy kényelmes 64 fős többsége a 120 tagú Knessetben. Azért mondom, hogy kényelmes, mert ez... És ki akarta használni, így van, akkor óriási felháborodás volt, ugye az ellenzék nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de minden esetre kihasználta ezt a lehetőséget, és tulajdonképpen egy kicsit
egy picit hasonlít ahhoz az ellenzéki felzúduláshoz, amely mondjuk az Egyesült Államokban volt 2016-ban, amikor a Trump került hatalomra, hogy hát tulajdonképpen a választásokat próbálták delegitimálni, vagy hogy delegitimálni, elnézést. Tehát delegitimálni. Kicsit ez a tüntetések olyan kormánybuktató felhangulat is, igen, nem? Igen, így van. Ahogy így ez van, a mostani van. Is, mert ugye volt egy szerintem, pár hónapos szünet. Szerintem, hogyha megkérdeznék a tüntetők döntő többségét, akkor ezért nagyon részletesen nem tudnám mondani, hogy pontosan miért tüntet, azon túl, hogy a status quo-t akarja felrúgni a Netanyahu kormány. Persze tudja mindenki, hogy jogi reformról van szó, de nagyon mély részleteket az élek a gyanúperrel, hogy kevesen tudják. Tehát, hogy egy ilyen helyzet állt elő, és mivel hogy sok százezres tüntetések voltak országszerte gyakorlatilag nagyvárosokban, néhány hónappal ezelőtt, ezért Netanyahu márciusban, vagy bocsánat, talán májusban féket húzott igen, ennek a ügynek, elhalasztotta. De és akkor azt most mondta, hogy most nézték. Akkor egy kicsit. Igen, de most gondolom lefolytatta a megfelelő megbeszéléseket a különböző koalíciós tagokkal. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor, amikor ott befagyasztották, úgymond ezt, akkor arról volt szó, hogy elindul azért egy párbeszéd a felek között, és akkor így az ellenzékiek nyilatkozgatták is, hogy na majd meglátjuk, hogy itt mennyire lesz párbeszéd, hogy azért valami ott elindulhatott a háttérben? Úgy lehet értesülni, hogy igen, azért azt is kell tudni, hogy többen próbáltak meg mediálni a két oldal között. Egyébként Yitzhak Herzog államelnök is, akinek ugye a magyarhoz hasonlóan nincs igazán politikai funkciója, de mégis próbált mediálni a felek között, maga is előterjesztett egy ilyen kompromisszumos javaslatot, hogy milyen törvénnyel kellene az igazságügyi reformokat, vagy reformokat végrehajtani. Valamennyi tompított a Netanyahu az eredeti tervekből, sőt, hát több ponton lépett vissza neuralgikus pontokon, de hát ez például ezt a mostanit, amire most éppen szó van, ezt mindenképpen erőlteti. Én nem vagyok jogász, pláne nem vagyok alkotmányjogász, nekem egyébként elég logikusnak tűnik ez a Netanyahu-féle ötlet, hogy azért ez lehet, hogy mégiscsak túlzás. Bíróságokat ilyen mértékben felülírhatják egy parlament, egy demokratikusan választott parlament döntései. Igen. Mi várható, hogy most akkor újra kiújulhatnak ilyen több, akár százezres méretű tüntetések, vagy most mi a jelenlegi helyzet Izraelben? Ugye arról lehetett olvasni, hogy több pontján is Izraelben mennek a demonstrációk, a reptérre is már kiterjedt. Mennyire béníthatják meg így a mindennapokat? Ugye hát a reptér az egyébként tényleg egy érdekes hely, ugye Izraelben a reptérnek nagyobb jelentősége van, mint Magyarországon. Izrael az tulajdonképpen gyakorlati szempontból olyan, mintha egy sziget volna. Ugye hát autóval nem lehet sehova se menni az ország határon túl, mert körben vagy tenger szegélyezi ugye nyugati oldalon, vagy pedig arab országok, ahova nem lehet átmenni. Gyakorlatilag nem lehet átmenni autóval. Így tehát az izraeliek el akarják hagyni az országot akármilyen céllal, üzleti, turista, vagy bármi más, amikor repülőre kell, hogy üljenek, ugye a hajó az meg nem annyira divatos, tehát repülőre kell ülni. A repülőtérnek rendkívül fontos szerepe van, és igen, elindultak a tüntetések, kisebb számban azért most már az emberek elfáradtak ebben azért jelentős részben, meleg nyár van. Sokan vakációznak 30, talán. 36-38 fok van, tehát azért az sem nagyon kényelmes, de vannak lelkes tüntetők. Én valamiért azt gondolom, és úgy a hírekből is azt lehet kiolvasni, hogy azért a Netanyahu, ugye, hogy mondjam, amikor, ugye még amikor először beterjesztette az első verziót, vagy amikor elindultak ezek a tüntetések, akkor azért volt egyfajta félelem a miniszterelnökben, mert tényleg rosszul is első lehetett volna, nem véletlenül fújt vissza, vagy visszavonulót. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy most nem ugrott volna neki, hogyha nem volna elég biztos a dolgában, hogy a tüntetők oké, hogy hangosak, és sokszor ijesztő képeket lehet látni, amikor vízágyúkkal kell tüntetőt egy zsidó embernek, nehéz látni, amikor a zsidó államban ilyesmi történik, de hát ez van, ilyen a demokrácia, az embereknek joguk van kimenni az utcára, és valójában ez persze nyilvánvalóan demokrácia ünnepe, hiszen az emberek ki tudják szabadon nyilvánítani a véleményüket, tehát ezzel alapvetően nincsen gond. Én azt gondolom, hogy a Netanyahu most eléggé eltökélt, hogy ezt végigviszi. Meglátjuk, hogy sikerül. Nagyon szépen köszönjük, hogy összefoglalta mindezt. Megyeri Jonatánt, a Neokon főszerkesztőjét hallottuk. Minden jót kívánunk viszont. Én köszönöm a megtisztelő megkeresést, minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.